1952-ben, vagyis 7 évtizede alakították ki a megyei könyvtárak rendszerét Magyarországon. Így hazánkban többek között Tolna megyében is jubileumot ünnepeltek a bibliotékák. Ennek alkalmából egy kisebb rendezvényt tartottak Szekszárdon, ahol Liphauser János igazgató a múltról és a jövőbeni tervekről beszélt. És a megyei könyvtárak legfontosabb célja mindjárt egy kettős cél volt. Egyrészt nagyon magas szinten kiszolgálni az adott település, a saját települése lakosságát, miközben egy olyan hidat képezzen a nagy országos gyűjtemények és a kis települések könyvtárai között, ami egyfajta esélyegyenlőséget teremt a könyvtárak látogatói számára. A mai szolgáltatási rendszerek révén napjainkban nincs olyan kis település Magyarországon, ahol ne lenne valamilyen fajta könyvtári szolgáltatás. A Tolna megyei biblioteka összesen 97 községet lát el. Az igazgató elmondta, hogy bár a jelenlegi 1961-ben elkészült épület már nem felel meg az elvárásoknak, hamarosan a mai korhoz hű otthona lesz az intézménynek. Most nagyon jól halad minden. Tavaly szeptemberben elindult az építkezés, ami, hogyha az ütemtervet jól tartják, akkor jövő áprilisában el is készülhetnek az építéssel az építkezők. A szakhatósági engedélyek után elindulhat a beköltözésünk, ami hát több százezer dokumentum esetében több kilométernyi könyv egymás mellé rakva. Így a tervek szerint 2023. szeptember 1-én nyitja meg kapuit az új könyvtár Szekszárdon.